Jó estét kívánok a kitartóknak, és szeretném megköszönni először Gábornak a meghívást, hogy itt lehetünk, és röviden bemutatkozhatunk a pulival, hogy miért puli, mit akar ez a, mit csinál ez a puli, milyen puli ez, és hogy kik vagyunk. Ígérem, az idő előadott voltára tekintettel is rövid leszek. Azt mondták nekem, hogy 5-10 perc maximum, ezt igyekszem maximálisan betartani. Ha kitaláljuk, hogy hogy működik itt. Így működik. Nem. Valamiért furcsa. Nem működik. Jó. Tehát mi ez a puli? Miben veszünk mi részt tulajdonképpen? Ezt nagyon röviden szeretném elmondani. Mi egy versenyben neveztünk be. Ezt úgy hívják, hogy Google Lunar X Prize. A Google nevét azt gondolom, hogy nagyon sokan hallották itt a teremben. Teszt, ki nem hallotta a nevét? Természetesen mindenki. A Google ezt a versenyt, amelyet egy XPRIZE nevű alapítvány szervez, szponzorálja az ő törekvéseikkel egyetértésben. Hogy miről szól ez a verseny, ezt nagyon röviden szeretném elmondani. Arról szól, hogy meg kell építeni egy űrjárgányt, egy kütyüt, aminek el kell jutnia a valóságban a Holdig. Ott le kell szállnia, túl kell élni a leszállást, képes kell legyen 500 méter megtételére irányítottan, tehát nem elég, hogy leesik, és mondjuk a kráter oldalán legurul, az nem számít igazándiból teljesítésnek. Ezen kívül pedig egy körülbelül 1 gigabájtnyi adatmennyiséget kell visszasugározni a Földre. Ez lényegében, vagy nagy részben képfelvételek, illetve nagyfelbontású videófelvételek készítése és annak visszasugárzása a Földre. Ez ugye már önmagában úgy tűnik, hogy ez egy elég érdekes feladat. Ez egy megvalósítható feladat, hiszen már jártak űrszondák, űrjárművek a Holdon, sőt, már távolabb is a Marson is, és ezeket a feladatokat megoldották. Ami ebben a versenyben az igazi kihívás, hogy mindezt nem állami támogatással, hanem minimum 90%-ban magántőkéből kell megszervezni, megoldani és végrehajtani. Tehát az a kihívás ebben a versenyben, hogy olyan csapatok jönjenek létre a világon, amelyek innovatív eszközöket próbálnak behozni, nem csak a megvalósítás terén, hanem a menedzsment és a finanszírozás terén is. Két rövid mondatban, hogy mit szeretne a Google, illetve maga az XPRIZE alapítvány a szervező egység, vagy a szervezet, aki ezt szervezi, elérni az ilyen jellegű versenyekkel. Azt szeretnék elérni, hogy egyrészt bizonyos területeken, bizonyos iparágakban, vagy akár egész iparterületeken olyan innováció induljon meg, amely egyébként váratna magára. A példát Peter Diamandis, az XPRIZE alapítványnak a megalkotója és megálmodója, Charles Lindbergh repüléséből vette, aki 1927-ben átrepülte az Atlanti óceánt egy szál maga, leszállás nélkül. Mindezt egy verseny keretében, egy díj keretében egy Orteg nevű francia szálloda tulajdonos írt ki 1919-ben egy akkor nagy összegűnek számító díjat, 25 ezer dollárt. Ez a történet volt tulajdonképpen a mai visszatekintésben a légi közlekedésnek, a légi iparnak a megszületése. Tehát 1927-ben, amikor Lindbergh ezt a történelmi repülést végrehajtotta, akkor indultak be tulajdonképpen a légi közlekedés, légitársaságok fejlesztése és a tengeren túli légi közlekedés. Ennek a mintájára szervezték meg az XPRIZE alapítványt, amelynek több versenye is van, a legnagyobb ez a Hold verseny. Mit akar ezzel elérni az XPRIZE alapítványra maga a Google? Egyrészt szeretnék az űr tevékenységet, az űripart még inkább beindítani, és egy kicsit bevonni a magántőkét is. Ma nagyon sok, nagyon érdekes és nagyon izgalmas előadást hallottunk már itt az űr dolgokról, ahol a magyar ész, a magyar találékonyság, a magyar mérnöki szaktudás ott van, Bonhangeri, Massat, az űrkutatók, az ELTE-n, és még lehetne sorolni hosszan a példákat. Tehát meg lehet tenni ezt a lépést, hogy az űrrel foglalkozzunk mi is. A kettőt összerakva, hogy azt az innovációs energiát, ami esetleg a más területekről nem jönne be, vagy nehezen jönne be, azt mi megpróbáljuk ebben a versenyben megtenni. Ez a verseny február 17-én indult el hivatalosan, akkor dördült el, ha úgy tetszik, a rajtpisztoly. 29 csapat
nevezett be, volt a hivatalos rajtlistán 17 országból. Nekünk, a Pulinak ez volt az első mérföldkő vagy sikere, hogy mi ott lehetünk ezen a rajtlistán, ami önmagában azt gondolom, hogy egy nagy eredmény, és szeretnénk tovább menni. A kép az elég tarka, orosz, indiai, brazil, kínai, amerikai, német, román, spanyol, és még több más országból indultak csapatok. Van egyetemi csapat, van fiatalokból szerveződő csapat, van pénzügyi háttérrel rendelkező csapat, akik pontosan azt a részét, amit a Google szeretne megindítani, az űriparnak a továbbfejlődését tűzték ki célul. Mások egyszerűen csak az adott országban vagy területen egy kicsit az erre területre való figyelemfelkeltést szeretnék csinálni. Mi a Puli is ott vagyunk ebben a versenyben, állunk még, nem egy könnyű feladat, tudjuk, hogy borzasztóan nehéz végrehajtani, és amit Horváth Gyula mondott a MASZAT-nál, hogy egy projektben, hogyha végigmegyünk, akkor a sok-sok fázist végig kell csinálni, ez még sokkal inkább érvényes a Pulira, hiszen mint mindent úgy szólván nekünk kell előteremteni. Ezért azt gondoltuk, hogy a Puli, mint egy jó kutya, négy lábon álljon legalább, tehát a négy lábú stratégiánkat szeretném röviden bemutatni, aminek az első része maga a részvétel a Google Lunar X Prize versenyében. Ez egy, ha bizonyos értelemben a rover fejlesztésében, holdjáró fejlesztésében, egy klasszikus kutatásfejlesztési projekt, meg kell valósítani egy olyan innovatív megoldást, amely minimális anyagi forrásokból egy megoldható történetet hoz létre. Ezt szeretnénk mi elérni azzal, hogy ezzel a mestermunkával, ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor a másik lábon tovább tudjunk menni, hogy éppen ezen a űrtevékenység területén, a high-tech szektorban olyan vállalkozását tudjunk fejlődni, amely megél, megáll a saját lábán, mind a négyen, és hozzá tud járulni azokhoz a pozitív dolgokhoz, amelyeket hallottunk. Az űrtevékenység a válság idején is fejlődött, növekedett a világ minden területén. Szükség van rá, Lichtenberger kolléga, MASZAT-os kollégák elmondták már, hány-hány területen játszik szinte észrevétlenül az űrtevékenység, az űrkutatás be a mai életünkbe. Tehát mi szeretnénk ebből kiindulva ezt az irányt megindítani, egy kicsit a magánkezdeményezés oldaláról erősebben, mint a állami részről. Viszont nagyon jó, hogy itt volt előttünk a muzsikás. A világűrrel való foglalkozás, vagy általában a természettudományokkal, a műszaki tudományokkal való foglalkozás nem csak műszaki vagy természettudományos probléma, ez egy emberi, kulturális dolog, ha úgy veszik. A csillagászat a világ talán legősibbnek mondható tudománya. A szépsége azt hiszem nagyon sok mindenkit megfogott, aki már látta a csillagos eget valamikor egy szép nyári éjszakán. Ma ez egyre nehezebb a fényszennyezés miatt. Tehát mi szeretnénk ezen a területen is együtt dolgozni sok mindenkivel. Éppen hamar Daniékkal csináltunk még a Puli előtt egyébként egy hasonló programot, ahol fizikusok muzsikálnak címmel több zenecsoport, a muzsikásik, Szalai Andrásik a gitárszintetizátorral dolgoznak. Mutattuk meg, hogy legyen és összetartozik az kettő. Ehhez tartozik az ismeretterjesztés, ami szintén borzasztóan fontos az X-Prize alapítvány számára is, hogy egy inspirációt, lehetőséget adjunk a fiataloknak, illetve egyáltalán az embereknek, hogy ez egy jó dolog. Érdemes vele foglalkozni, érdemes erőforrásokat biztosítani a számára az állam részéről, és a magánbefektetők vagy a magántámogatók részéről is. A negyedik lábunk, amit szeretnénk szintén nagyon erősíteni, az, hogy mi nagyon örülnénk annak, ha minél többen gondolnák azt, amit mi is gondolunk, hogy ez egy jó projekt. Hogy ezzel el tudunk jutni valahova közösen összefogással, ahol az Admatiszos kolléga is mondta, csak összefogással tudunk előre haladni. Bármilyen eredményt akkor tudunk elérni, hogyha kicsit megnézzük, hogy kinek milyen van, megpróbáljuk értelmesen, okosan, egymásra gondolva összeadni. Mi szeretnénk azt, ha minél több magyar ember támogatná a mi projektünket, a Pulit, ezen keresztül természetesen az általában a természettudományokat és az űrtevékenységet is. Mi szeretjük, azt hiszük, hogy egy fontos jövőmutató dolog. De nem akarunk bezárkózni, hiszen ezt nem lehet csak a mi kis okosságunkkal megtenni. Nemzetközi környezetben vagyunk, keressük az együttműködést a résztvevő csapatokkal, más technológiával együtt. Ez a Puli négy lába, ezt szeretnénk megvalósítani. Ennek az útnak az elején vagyunk. Erről szeretnék nagyon röviden még mondani. Mi azt gondoljuk, hogy egy öt
fázisban, 5 lépcsőben tudunk eljutni a Holdra. Nagyon bízunk benne, hogy ez sikerülni is fog. Most vagyunk itt a második fázisban, amikor a hangsúly jelen pillanatban egy komplex rendszer tervezésén és megvalósításán folyik. Ezt összekötöttük mindjárt egy egyetemen az ELTE-n futó programmal, a Hunvajor programmal, amely a Hunvajor az egy egyetemi gyakorló űrszonda modell, 1997 óta Bérczy Szaniszló kollega irányítása alatt. Mi ebbe oldalról bekapcsolódva ennek a szellemében készítjük a prototípust, amely egy leszálló egységből, ami nem fog tudni repülni, mi belül magunk között Sámlinak hívjuk, de lesz neki fedélzeti elektronikája, energiaellátása, optikai és kommunikációs rendszere. Ehhez képest elkészítjük a holdjárónak az első prototípusát, ami földi körülményekre készül, még nem űrre alkalmas, de viszont a feladatokat, amelyeket végre kell neki hajtani, azt tudni fogja. Tehát végre kell, el fog menni 500 métert, el fogja készíteni a holdadást, vissza fogja sugározni a kommunikációs rendszerén keresztül az irányítóközpontnak, ahol egy erre a célra készített speciális szoftver segítségével fogjuk ezt csinálni. Ebben a projektben jelenleg az utolsó részben vagyunk, az első darabok már lassan készülnek, a következő 2-3-4 hónapban, nem tudom pontosan megmondani, ez erőforrástól is függ, illetve még a fellépő problémáktól is függ. Szeretnénk ezzel készen lenni, demonstrálni, hogy itt a Földön már meg tudjuk csinálni azt, amit meg kell csinálni a Holdon. Ezután szeretnénk a harmadik, negyedik, ötödik lépcsőben továbbfejleszteni a prototípust, amely hőtesztet, vákuumtesztet, rázástestet is kibír, tovább lépni és utána megépíteni a megfelelő űrre alkalmas eszközt és eljutni a Holdra. Ez a mi álmunk, mi tudjuk, hogy ez borzasztóan nehéz, azt is tudjuk, hogy megvalósítható. Mi azt hiszük, a csapat, körülbelül 30-35-en dolgozunk most rajta, lényegében mindenki szerelemből, szabad idejében, éjjel, szombaton, vasárnap a 48. órában, amikor ott van. Ugyanaz az érték, mint amit Horváth Gyula kollégám mondott a MASZAT részére, ez a legnagyobb érték a eddig elért munkáknak, az a rengeteg szívből beletett munka, ami ezt mutatja. A csapat nagy része fiatal, 25-35 év közötti mérnök, informatikus, jogász, PR-os, közgazdász, minden, ami egy ekkora projektnek a lebonyolításához kell. Őrájuk azt hiszem már most nagyon büszkék lehetünk mindannyian. Én borzasztóan örülök, hogy sikerült ezt a csapatot így, ha úgy tetszik, a semmiből elővarázsolni, és tudunk menni, és igyekszünk menni. Támogatóink is akadnak már, sikerült meggyőzni néhány céget, magánembereket, hogy mi, amit csinálunk, az jó dolog. Ezeknek örülünk, várjuk további támogatókat, részletesebben holnap délután 3-kor, akinek még van kedve és ideje, akkor a fejlesztésről is kicsit többet mondunk, illetve az egész háttérről. Köszönöm a figyelmet, igyekeztem a 10 percet betartani.